Kedves testvéreim! Ha igazán jól figyeltünk, akkor felfedeztük a mai három szentírási részünkben azt a szót, amely mindháromban jelen van és összekapcsolja őket. Ez pedig nem más, mint az igazság. Az olvasmányban négyszer is előfordult. Izaiás egy titokzatos szeméről, egy szolgáról beszél, aki az igazságban kap meghívást, aki tanítja ezt az igazságot, és hűségesen tovább is adja. Aztán a Szentleckében Péter apostol beszél, és arról szól, hogy mindenki kivétel nélkül meghívást kap az Istentől, aki hisz és az igazságot cselekszi, az el is jut ő hozzá. És aztán az evangéliumban ez a furcsa találkozás Keresztelő János és Jézus között ott a Jordánnál, és aztán azért is használtam ezt a fordítást, mert sokkal szebben kifejezi, hogy beteljesíteni minden igazságot. Ez tehát Jézusnak a nagy hivatása. Ő maga a teljesség, és erre akar minket is elvezetni. És ezzel a három igazsággal kapcsolatban szeretnék most nagyon aktuálisan szólni, hiszen engem is, és talán mindannyiunkat megérintett Benedek pápa halála és temetése. Benedek jelmondata már müncheni érsek korában ehhez kapcsolódott, cooperatores veritatis, vagyis az igazság szolgái, együttműködők az igazságban. Valahogy így lehet ezt lefordítani. És ez a három bibliai szakaszunk egy picit őrá is vonatkozik. Tanítani az igazságot, megcselekedni az igazságot, és beteljesíteni az igazságot. Benedek nagy tanító volt, óriási teológus, professzor, és talán egykor majd, talán 50-100 év múlva egyház tanítóvá is fogja avatni őt az egyház. Ezzel kapcsolatban azonban mindig elgondolkodom rajta, hogy vajon mi itt Makón, meg szerte az egész világon, hogyan is tanítunk. Heti 168 óránk van, ebből a heti 168 órából mi mennyit fordítunk a tanulásra. És ezt tudatosan mondom így, mert mindenkinek kivétel nélkül a keresztények közül feladata és hivatása, hogy élethosszig tanuljon. Nem csak a jó pap tanul holtig, hanem mindenki. Jelentse ez a Szentírás napi olvasását, jelentse ez a lelki olvasmányokat, egy jó keresztény könyvnek az elolvasását, vagy akár Ferenc pápa prédikációit, most már az interneten aztán tényleg minden ott van, és igazából ez csak rajtunk múlik, hogy vagyunk-e tanuló egyház. A tanító egyház és a tanuló egyház szorosan össze kell, hogy kapcsolódjon. És ez persze a mi hibánk is, mert hogy gyakran csak kipipáljuk, hogy igen, a gyerek jár hittanra, akkor ez el van intézve. De mi? Járunk-e hittanra? Nekünk van-e belső igényünk arra, hogy ne csak a gyereket pipáljunk ilyen értelemben, hanem minket magunkat is? Az egyház most már évtizedek óta mondja, hogy a katekézisnek, vagy ahogy mondani szoktuk, a hittanórának az elsődleges célszemélyei vagy csoportjai nem a gyerekek, hanem a felnőttek. Mert a felnőttek sokkal jobban el vannak szakadva, most már itt Magyarországon az elmúlt 40 év óta hatványozottabban is. Ezért a felnőtteket kell elsődlegesen megszólítanunk és tanítanunk. És Benedek ennek volt egy nagy-nagy-nagy-nagy mestere. Legyen bennünk tehát egy belső igény, legyen bennünk mindig a figyelem, legyen bennünk az igény, hogy olvassunk, gondolkodjunk, és hogy kérdéseket tegyünk fel. Aki kérdez a hittel kapcsolatban, az már eljut fontos lépésekre. A második
megcselekedni az igazságot. Az igazság nem elsősorban elmélet. Nekünk, keresztényeknek az igazság testet öltött, és úgy hívjuk, hogy Jézus Krisztus. Számunkra ő az út, az igazság és az élet, és a keresztény élet mindig óriási feladatot és kihívást kínál számunkra, amikor ezt az igazságot át kell vinnünk a gyakorlatba. A tanult és tanított hitből, hogy így mondjam csúnyán, a hittanból, a megélt hit szükséges. És ez óriási feladat, ez egy élethosszig tartó feladat, újra és újra neki indulni. Most az új év kezdetén talán különösképpen is. A tanult és tanított hitből megélt hit. Hogyan is tudom én ezt megvalósítani? Szintén tegyem fel a kérdést, van-e erre bennem igazán belső igény? És Benedek erre is óriási példát adott. Nem csak elvállalta, hogy megcselekszi az igazságot, akár amikor igent mondott Jézus hívására papként, vagy püspökként, vagy akár pápaként, hanem ezt hordozta is, mint egy keresztút. Az igazság megcselekvése, ehhez hozzátartozik, hogy fölveszem a keresztemet. És elég csak arra utalni, hogy mennyit küzdött az egyházban lévő visszaélésekkel, vagy a különböző pénzügyi botrányokkal. Ezt mind-mind vállára vette és hordozta, és ha kellett, odament és bocsánatot kért. És ilyen volt a lemondása is. Vajon ma, akik bárki a világon vezető szerepet tölt be a társadalomban vagy a politikában, megtette volna-e, hogy nem ragaszkodik a hatalomhoz, hanem azt mondja, hogy én alázatos maradok, és lemondok, mert ez a kötelességem ebben a helyzetben. És már bíboros korában ő többször utalt erre, hogy bizony a pápának saját erkölcsi lelkiismeretbeli kötelessége, hogyha úgy van, akár egészségi állapota miatt, ha már nem bírja tovább a péteri szolgálatot, akkor igenis lemondjon. Micsoda alázat ez? Mennyit tudunk ebből az alázatból tanulni? Hogy így is meg tudjuk cselekedni az igazságot. Lelki végrendeletében ugyanígy erre buzdított, amikor azt írja, álljatok szilárdan a hitben, és ne hagyjátok magatokat összezavarni. Nagyon jegyezzük meg ezt a buzdítást és mondatot. Álljatok szilárdan a hitben, és ne hagyjátok magatokat összezavarni. És a harmadik dolog, beteljesíteni az igazságot. A teljesség számunkra mindig, ugye a kereszténység összefoglalása, a szeretet maga. Beteljesíteni az igazságot, tehát nem más jelent, mint a szeretet igazságát. Azt mondja egyszer, a szeretet a maga tisztaságában és önzetlenségében a legjobb tanúság Isten mellett, mert a keresztény ember tudja, mikor van ideje annak, hogy beszéljen Istenről, és mikor jobb hallgatni róla, és hagyni, hogy egyszerűen maga a szeretet beszéljen. És mi volt az ő utolsó szava? Ezt is láthattuk a tévében, olvashattuk a hírekben. Ez egy gyönyörű szép összefoglalás. Halálos ágyán, éjjel 3-kor, amikor csak az egyik ápolónő volt mellette, érthetően olasz nyelven mondta, Uram, szeretlek. Ez a szeretet igazsága, beteljesíteni az igazságot. Uram, szeretlek. Kell ennél több. Kell ennél nagyobb igazság egy 95 éves ember részéről. És vajon van-e bennünk ilyen igazság, amikor odaérünk majd életünk végéhez? Amikor a beteljesedésre meghív minket is, akkor tudjuk-e majd azt mondani, Uram, szeretlek. Szent Pállal foglalom össze ezt a három igazságot. Tanítani az igazságot, megcselekedni az igazságot és beteljesíteni az igazságot. Ezt mondja az efezusiaknak. A világosság gyümölcse, csupa jóság, egyenesség és igazság.
éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.